Meglátta a karcagi ház kerítésén száradó piros szőnyeget, és megkísérelte azt eltulajdonítani. Egy helyi lakos tett feljelentést a rendőrségen, mert karcagi lakóháza udvarára déli órákban bement egy személy, és a kerítésen száradó piros szőnyegét megkísérelte eltulajdonítani. A tulajdonos épp kilépett az ingatlanból, így cselekménye közben megzavarta a hivatlan látogatót, akiben utcabeliét ismerte fel. A jogsértő a szűnyeget hátrahagyva kimenekült az udvarból. A rendőrök elfogták és a karcagi rendőrkapitányságra előállították a lopásvédség kísérlet elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 25 éves férfit. A terhelt a nyomozóknak beismerővallomást tett.